Nagyon jó érzés reménytelennek hitt eseteken segíteni. Sok ember úgy gondolja, hogy amikor fáj az a testrész, az most már örökre így marad. A fizioterápiás asszisztens fő feladata a szakorvos által előírt terápiának az elvégzése. Milyen ágai vannak még ennek a szakmának? Hát a fizioterápiába beletartozik még a balneoterápia, a vízzel való kezelés, a gyógytorna, a gyógymasszázs, de a mi feladatunk az elektroterápia. Maga a fizioterápia, ez egy elég ősi gyógymód már. Az utóbbi években mennyit fejlődtek az eszközök? Folyamatosan modernizálódnak, sokkal könnyebb ezekkel már dolgozni. Az a nagyon jó ezekben a modern készülékekben már, hogy a nehezen mozgó emberek is egy helyben megkaphatja akár mind a három kezelését, mert ezekben a nagy készülékekben ezek a különböző áramformák, programok összeépítésre kerültek. A legtöbb embernek 2-3 kezelése biztosan van, de nagyon ritka az, aki csak egyetlen egy kezelésre jön. És milyen szaktudás szükséges ehhez a munkához? A fizioterápiás asszisztens képzés feltétele a középiskolai érettségi, tehát akár más szakmából is átképezheti magát valaki. A mozgásszervi panaszok gyógyításának fontos szakembere a fizioterápiás asszisztens, aki időseket és fiatalokat egyaránt kúrál a szupermodern eszközeivel. Érdemes közelebbről is megismerni a szakmát a többi videóból, de természetesen más szakmákat is találtok a csatornánkon. Köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!